Jó estét kívánok, kedves nézőink! Folytatjuk a magyar nyelvvel kapcsolatos műsorunkat. Tudni, tudatossá válni, ismerni, felismerni, megérteni azt jelenti egyben, hogy egyéni szinten mindenkor tudjuk, amit elődeink és ősénk is tudtak. Miként cselekedjünk a jelenben annak érdekében, hogy visszatérjünk a Teremtő által meghatározott ösvényre, a számunkra kijelölt jövő felé. A tudásnak birtokában ez nem is történhet másképp, hiszen a teljesség útján járva a halandó ember megérti. A világmindenség egy, de több létsík létezik, és a halandó ember létsíkján, az egyéni élet síkján minden ember egyenként kell, hogy megtérjen, hogy visszatérjen a Teremtő általi egyetemes törvényhez, ami egységet teremt ember és ember, ember és teremtő között, ami törvényt ember soha nem volt, most sem az, és a jövőben sem lesz képes sem megváltoztatni, sem át vagy felülírni. E biztos tudás alól nem kivétel anyanyelvünk, a magyar nyelv sem. Sőt, a magyar nyelv olyan tudáshalmaz biztosít, amelynek birtokában kevésbé, illetve egy szint fölött már egyáltalán nem sebezhető az emberi lélek. A magyar nyelv ebben az erőszakos, farkas törvény uralt a világunkban olyan, mint sötét szobában a lámpás, ahol a fény hatására nincs hatalma a sötétségnek. A magyar nyelvről továbbra is meghívott vendégemmel, Papp Gábor tanárúrral beszélgetek. Jó estét kívánok, üdvözlöm a tanárúr a stúdióban. Előző adásunkat ott hagytuk abba, hogy a lélek. És sajnos elfogyott a műsorunk, innen szeretném, hogy önnel folytassuk a műsorunkat. Tanár úr, a lélekkel hagytuk abba előző adásunkat, mit tudhatunk a lélekszóról és magáról a lélekről? Hogy kapcsolódhat a nyelvünkhöz, a beszédünkhöz, a mondani valónkhoz a lélek? Hát ha én erről kimerítően beszélnék, akkor ebből a műsoridőből is kifogynánk, mert az egyik legfontosabb tételről van itt szó, amit emberrel kapcsolatban egyáltalán felvethetünk. Miután én művészettörténész vagyok, az egyik hivatási ágazat szerint egy olyan hímzésre utalnék, amit valószínűleg mindannyian ismerünk, ez egy csíkiszékely hímzés, nagyon sokszor lehet vele találkozni, és ennek van egy olyan figurája, amelyik a szájából egy ilyen virágot enged ki, amit hát általában pipának néznek, pedig egyértelműen egy virág. Aztán a kezéből, ami a lélek szintjén jelenik meg, abból kinő egy másik virág, de az már csak ilyen tulipánszerű, tehát nem kiteljesedett, és az ágyék a környékéről is. Ez tökéletesen jelzi, egyébként az egész hímzés is egyfajta teljes világműködésnek a képjel együttese, hogy tudnék, itt a teremtő erő három szinten működik. Ami azt jelenti, hogy fölül ez a szellemiség szintjén az igével való teremtés, és csak ezzel lehet teljességet létrehozni. A középső szintnek kettős a működése. Ez a nyakvonal és az övvonal közötti részünk, ezt kebelnek nevezzük, régiesebb, de hát nagyon szép magyar szóval. Hát ez még a 19. századi költőinknél, Vörös Martinál, Petőfinél, Arany Jánosnál, ez még magát a lelket jelentette. Tehát ha keblemből szólok, azt jelenti, hogy lélekből szóltam. És ennek egyetlen feladata van, adni. Adni, tehát a teremtés műveletét ő az adás szintjén, ami jelenthet egy alkotást is, mert az alkotással is adok valamit az embertársainak, és hát az ágyékból kijövő szintén tulipánszerű virág, tehát nem teljességet ad, csak részlegességet, az meg hát nem kell mondanom, hogy micsoda, hát ha nőről van szó a szülés, hogyha férfiről, akkor nemzés. Itt ugyanis ezen a szinten még a két nem különböződött meg. Na most miért mondom ezt ennyire részletezetten? Azért, mert ennél gyönyörűbben megfogalmazni képileg, hát alig ha lehet azt, hogy az ember egy három szinten egyensúlyosan és összhangzatosan működő mindenségnek kicsiben a képlete. Ezt általában görög szóval szokták mondani, hogy van egy makrokozmosz, ez a nagy teljesség, és van a mikrokozmosz, a kis teljesség, ez az ember, mindannyian. És ez azt jelenti, hogy az ember mindenség szabású, a mindenség pedig ember szabású. Tehát ha én az embert összezsugorítom, a lelkét elveszem, vagy feleslegesnek minősítem, azzal én az egész működő univerzumot károsítom. Na most nem minden vallás alakulat vallja ezt, de van, amelyik vallja. Tehát ez nem magánügy, vagy nem kifejezetten és csak is társadalmi ügy, hogy engedem-e a lelket működni rendeltetés szerint, vagy nem. Mit tesz a lélek rendeltetés szerint? Hát azt mondhatjuk, hogy hát hiszen a teremtés maga az a szellemiség dolga, de ez nem így van. Ha innen a lélekből nem indul fölfelé rejtek úton a lélegzet, akkor én hiába
jártatom a számat, mert nem lesz teremtő ige. Tehát annak a forrása szintén a lélekben van. De a lélek kettős feladat körül. Egyrészt táplálja a szellemiséget, ami nélkül az nem tudna működni, a másik pedig közvetlenül pedig ad. Na most ez a kettős rendetetés se a szellemiségnek, se a testiségnek nem a sajátja. Tehát a lélek kiemelten fontos. Ha valaki ezt támadja, vagy ezt próbálja bagatellizálni, esetleg fölszívni valamelyikbe, akár a szellemiségbe, mint hogy az egyházak teszik jelenleg, vagy a testiségbe, mint hogy az orvostudomány teszi jobbára még ma is, az azt jelenti, hogy az egész emberiséget támadja, és ezen keresztül az egész emberszabású mindenséget. Most ez nagyon úgy tűnik, mintha egy fenyegető dolog lenne, túl fogjuk élni. Tehát a helyzet tudnék az, hogy nagyon lényeges a léleknek mind a két szerepét érzékeljük. Mert ez egy három rétegű képnek a közepe. Na most, ha én ezt egy emberben nézem, az a tévhit alakulhat ki bennem, hogy miután a fej van fölül, tehát az a legfontosabb, nem tud működni a fej lélek nélkül. És a magyar nyelvterületen, általában a magyar gondolkodásban mindig a közép a legfontosabb. Tehát nem az, amit én kívülről látok egy emberszabású, mindenséget képletező jelenségben, mert ott úgy tűnik, mintha a szellemiség lenne a legmagasabb, de nem a legfontosabb. Tehát a közép az itt van, a nyakvonal és az övvonal között, és ez maga a lélek. És ennek van egy fölfelé ható szerepe, meg egy lefelé ható. Na most ez egy nemzet életében hogyan jelenik meg? Úgyhogy mi az emberiség felé a szellemiségünkkel közlekedünk. Tehát megértjük, hogy emberek vagyunk, megértjük, hogy bár az egyik fekete, másik sárga, harmadik vörös, mi meg mondjuk fehérek vagyunk, különösen, ha így kisminkelnek bennünket, tehát akkor ezzel nem lelki a kapcsolatunk. Tehát aki azt mondja, hogy ő lelkesedik az emberiség, ez vagy hazudik, vagy meg akar téveszteni, tehát nyilván valamilyen szándéka van, vagy meg egyszerűen buta. Tehát nyilvánvaló, hogy itt az értelmünkkel kapcsolódunk. Az egyéni létünkhöz pedig a testiségünk révén. A lélek pedig a nemzeti létünkhöz kapcsol, azzal fölfelé teremt hát közlekedési útvonalat az emberiség felé, a családdal pedig lefelé, az egyén felé. A nemzet és a család nagyságrendi különbség. Ugyanannak az átvezető, tehát mindent elindító és koordináló, tehát mondjuk harmonizáló, egyensúlyba hozó szerepe, ami azt jelenti, hogy a nemzetnek elsősorban az emberiség felé vannak kötelességei, a családnak pedig az egyén felé. Aki a lelket támadja, kötelesség szerint támadja a nemzeti létet és a családi létet. Nem tudom, ráismerünk-e a mi korunkra. Tökéletesen. Tanár úr, szándékosság állhat a mögött, hogy vannak olyan körök, amelyek a lélek jelenlétéről nem véve tudomást, a szellemet erősítve teszik ezeket a kijelentéseket, amiket tesznek? Hát itt nagyon lényeges dolog, hogyha én arc nélküli alattvalókat akarok sorozat gyártani, már pedig jelenleg ez a fő tendencia, tehát legalábbis az a hatalom, amelyik önmagát nem nevezi nevén, de hát tudjuk, hogy létezik, tehát tapasztalatból tudjuk, nem kell megtanulnunk, tapasztalatból tudjuk, az annak a fő tevékenysége az, hogy emberből arc nélküli alattvalóvá és sorozatgyárthatóvá tegye hát az ember szabású lényt, tehát a kicsi mindenséget, a mikrokozmoszt. Na most ez sajnos elég jó hatásfokkal sikerült, de hát nem is ma kezdték. Most bármilyen furcsán hangzik, a léleknél kezdődött el a korrumpálás. Tehát az első kérdésre még egy fél pillanatra, ha visszatérhetek, akkor a nagyjából késő gotika, hát én most ilyen általában művészettörténeti fogalmakban fogalmazok, tehát 1400-as évek legelejétől már teljesen biztonságosan tudjuk kitapogatni ezt az útvonalat, a családot korrumpálják. Ez mit jelent? Az, hogy a nagy bankár családok fokozatosan kezükbe ragadják a háttérbe történő irányítást. Ez nem tegnap kezdődött, és nem a Világbankkal, nem ezzel vagy azzal a jelenleg működő bankkal. Ez már az 1400, sőt az 1300-as évek végén már elkezdődött Európában, mindig családi alapon. Tehát a családnak a korrumpálása, ember ellenes tevékenységé változtatása, az már ott elkezdődött. Ezzel már párhuzamosan természetesen elindul a nemzet fogalomnak a korrumpálása is, de ahhoz fokozatosan ezeknek
a minden más minőséget maguk alá gyűrni igyekvő családoknak. Hát itt most kezdhetném őket névsor szerint ismertetni, de ezek jobbára az ismeretes családok. Hát csak kettőt említek, 1400-as években vagyunk, a Mediciek a Alpoktól délre, Fuggerek Alpoktól északra. És aztán ezeknek az utódai, akik hát jelenleg is a világot háttérből irányítgatják. Most ez azért nagyon lényeges kérdés, mert már az 1500-as évek elején már a legjobb művészek, tehát akik valóban a legnagyobbak voltak, mert ezeket azért elég könnyű kiszűrni egy nagy átlagból. Gondoljunk itt az Alpoktól délre Michelangelóra, vagy az Alpoktól északra egy Grünewaldra, akit nálunk kevésbé ismernek, de ez elég nagy baj. És már Grünewald az 1500-as évek elején mutatja Jézus Krisztus kínzásának a jelenetében, hogy az a mozdulat, amelyik a ráknak, tehát a családi tulajdonságoknak, az önfeláldozó szeretetnek a jelvénye, miért? Mert ott van a legtöbb fény ugye az évkörben, tehát ott tudnak kibontakozni a fénnyel kapcsolatos erények, már az támadóvá válik, sőt ő üti a legnagyobbat Jézus Krisztus fejére a kínzásnak. Tehát itt valamit ők nagyon pontosan megláttak, közlik velünk, senkit nem érdekel. Egyetlen egy elemzést nem olvastam még erről, pedig ez egy elég híres képe Grünewaldnak. Ez egy korai képe, Münchenben van a régi képtárban, tehát nagyon sokan ismerik. Soha ezt nem fogalmazzák meg. A másik pedig, ugye a legismertebb, talán a legismertebb festménye Michelangelónak az utolsó ítélet a Sixtus kápolnában. Annak az ítélő Krisztusa az nem Jézus Krisztus, az egy Apollon figura, annak semmi köze nincs Jézus Krisztushoz, fölemeli a kezét, ugyanez a mozdulat, ez egy jól ismert mozdulat, ez a családképletnek, tehát az évkörben ez a ráknak felel meg, tehát nyári napfordulóval indul, fénymaximummal. Igen ám, de ez egy büntető mozdulattá válik, és lecsapni készül. Tehát az egyik óriás, meg Grünewald is óriás, az egyik figyelmeztető, vigyázzatok, mert a legnagyobb csapást az emberiség családoknak az állarcában fogja kapni. Mert ti még mindig abban bíztok, hogy a család az abszolút pozitív fogalom. Hát amíg be nem szennyezik, amíg vissza nem élnek vele. És ennek a végeredményét, mint egy mutatja be Michelangelo, hogy gyerekek, eltűnik Jézus Krisztus. Helyette ott lesz egy Apollon, aki más se tud, mint büntetni. Tehát még az Apollon fogalmat is eltorzítják, mert egyébként Apollon nem a büntetéséről híres. De hát ezt most nem részletezem. Nem tudom, hogy sikerült-e úgy elmondanom ezt a folyamatot, hogy követhető legyen. Igen, tanár úr. Visszatérve a magyar nyelvnek a szavaihoz, maradva egy kicsit a lélekszónál, nincsenek véletlenek a szavak használatában. A lélek és a lélegzés szó közötti összefüggés gyakorlatilag ez sem véletlen egyébként, ahogy elmondja tanár úr, tehát kettő eset szó róla, ugye az első hímzésnél mindjárt, tehát hogyne, nagyon is pontos fogalom. Tehát van kapcsolat a kettő között. Egy jövőbeni kérdésem lenne önhöz. Ön hogyan látja, mit mond tanár úr, hogy azoknak a köröknek, akik sikerülne a lelket elfelettetni az emberekkel, sikerülni fog? Biztos vagyok benne, hogy nem fog sikerülni, de azért ők mindent megtesznek, tehát azért ne felejtsük el, hogy ők szóval nem nagyon helyélnek. Na, ha mi annyira serények lennénk az erény védelmében, mint ők a gonoszságnak a gyakorlásában, akkor nagyon hamar megjavulhatna az emberiség helyzete. A magyar nyelv, ahogy a bevezetőmben is elmondtam, én úgy gondolom, hogy tényleg lámpás lehet a sötét éjszakában. Hogyha megértjük a nyelvünket, megértjük a nyelvünknek a működését, eredetét, történelmét, ősiségét, akkor nagyon sok olyan dologra fény derülhet, ahol úgy gondolom, hogy tök mindegy, hogy bocsánat a kifejezésért. Tehát mindegy, hogy mit fognak. A tök az ilyenkor a tökéletesnek a rövidítése, egyébként ez tényleg így van. Tehát ez nem egy malac kifejezés, hanem ez a tökéletesnek a lerövidítése. Mint ahogy tesó lett a testvérből, elég baj az, de hát ezek rövidített eredeti szavaim. Hogy mit fognak mondani, ami nem igaz. Egyszerűen az igazságot nem lehet felülbírálni, nem lehet felülírni, mert azt nem ember teremtette, ember maximum használja, vagy nem használja. De egy picit még a léleknél maradva, a lélek nélkül mire lenne képes az ember? Ezt ezek a gonosz körök tudják, hogy milyen aljaságokra képes az ember, hogyha nincs lélke, lelke? Az a helyzet, hogy én jelzőket nem szívesen használok. Egyszer elmondom az a véleményem, az, hogy gonosz például, ezt nagyon nehéz lenne titkolni.
De hát ők azt csinálják, ami az ő felismert feladatuk, tehát amit ők saját feladatként fölismernek. Az más kérdés, ez egy rendkívül szűk feladatkör, és nincs távlata. Tehát nekik, ha én megkérdezném, hogy na jó, van, most mindenkit rabszolgálatba tettetek, akkor mi van? Nem tudná megmondani. Tehát ez célképzete ennek az iszonyatnak, amiben belekényszerítették az emberiséget, tulajdonképpen nincsen. Hát akkor mi beülünk egy űrhajóba, azt elmegyünk a Marsra, onnan elmegyünk ide-oda, amoda. Tehát semmi olyan, ami erkölcsileg is értelmezhető lenne. Tehát miért? Mert az erkölcs a lélekhez tartozik. Tehát miután ők egyáltalán nem, tehát saját maguk esetében sem tartják nyilván a lelket, mint önálló létezőt. De ilyen problémák nekik nincs. Hát ezért nincs ilyen fogalmuk, hogy hazudni. Semmi érdeket képviselünk. Kész. Hát hogyha az azt diktálja, hogy én torzítsak a felismert valóságon, vagy igazságon, hát akkor torzítok. Hát ha ez az én érdekeim és a kis csoport érdekeit szolgálja, akkor mi az, hogy hazugság? Nem tudom értelmezni. Tökéletesen lehet értelem, amit mondta tanár úr. Hát, én csak ennyit tudok mondani, mert nem szeretnék itt jelzőkkel dobálozni. Ők magukat tökéletesnek érzik. És az egésznek egyetlen ilyen szűk körű célját tudom fölismerni, hogy tudnélik, nincs szükség a lélekre, mert csak bezavar. Tehát jelenleg szolgáltatunk, ez azt jelenti, hogy kitalálunk dolgokat, amiről elhitetjük velük, hogy az nekik jó lesz, ez most a nekik, ez mi vagyunk. És utána ezt a testiség szintjén végrehajtjuk. Tehát ez azt jelenti, hogy ott egy fogyasztási ingert fogunk gerjeszteni, és folyamatosan gerjesztjük, ami azt jelenti, hogy szolgáltatunk, fogyasztunk, szolgáltatunk, fogyasztunk. Mit keres itt a lélek? Tessék már nekem elmondani. És ez azt is jelenti, hogy szolgáltatunk például olyan műszaki találmányokat, amikre a szerencsétlen föltaláló nem tudja, hogy ez tömegpusztító fegyvernek lesz alkatrésze. És utána fogyasztunk, ami azt jelenti, hogy fölhasználjuk erre, arra, mit? Azt a maradék belőle. Tehát amit már közvetlenül a tömegpusztító fegyver előállítására nem tud használni, vagy már elavult. És akkor így kapok én, ahogy egyik barátunk mondja, banánízű tampont. Ennyit erről. Tehát a második, harmadik menetben, mikor már semmi másra nem tudják használni, na akkor bekerülhet a fogyasztói hát rendszerbe. Közben állandóan olyannal táplálnak, ami elvonja a figyelmet az igazán lényeges kérdésekről. Ez lehet olyan, hogy vasárnap nyitva legyen-e a bolt, vagy ne legyen nyitva, az óriási szalagcímben közöljük, akkor azon jól elvitatkozunk, akkor az ellenzék majd ezt írja, ez innen már politika, akkor én leálltam. Jó. Tanár úr, a magyar nyelv egy szóval több dolgot is képes kifejezni, mint például a fog vagy az értelmszó, és lehetne még más szavakat is erre használni. Ez mennyire jellemző a nyelvekben, vagy ez is csak egy a magyar nyelvre jellemző olyan különlegesség, amit a magyar nyelv tartalmaz? Hát itt sok példát lehet hozni, például a magyaráz kifejezés is ide tartozna. Most az a helyzet, hogy egy határig azért erre a lehetőség megvan más nyelvekben, és most egy példát hadd mondjak. Hát ha most német nyelvterületen lennénk, rögtön jönne a német, ha egyáltalán érdekli a saját nyelvem, mert ez egyáltalán nem biztos. Azt mondta, hát Deutsch, meg a Deuten, tehát azt jelenti, hogy valamit értelmezni. Tehát a Deutschen, az meg azt jelenti, hogy németesíteni, vagy németül megnyilatkozni. Tehát végül ennyit ő is ki tud fejezni a nyelvével, ami már aránylag közel van a magyarázni és a magyar hát jelzőhöz, vagy megjelöléshez, de hát nagyon tovább ő nem tud menni ennél, és nem is nagyon igényli. Megmondom miért, mert ennek tulajdonképpen ennek az egész jelenség sornak, hogy nálunk ez a többféle jelentés megvan, ezt egyrészt már a múltkor kicsit részletezni próbáltam, másrészt pedig a képírásban van döntő szerepe. Most a képírásnál ugyanis én mindig csak az eredményt tudom letenni az asztalra, tehát egy képet, már akár háromdimenziósan szoborként, akár kétdimenziósan rajzként, vagy festményként, tehát mindig az eredmény, tehát ez egy statikus eredmény. Na jó, de ha a nyelvemmel ki tudom fejezni egy hasonló vagy ugyanolyan alakú szóval, a folyamatot is, amelyik valamilyen módon hozzátartozik, nem feltétlenül triviális módon, tehát azonnal belátható módon, de mindenképp összefügg vele.
az már meggondolkoztat. És akkor én már a folyamatban magába is beavatódom, aminek egyik állomását látom itt most képírásban megfogalmazva, de az magát a folyamatot nem tudja közvetlenül közölni velem, csak az állapotot. Na most az indoeurópai nyelvek használói csak az állapotot kapják, miután a nyelvük nem teszi lehetővé, hogy a folyamatot magát is ugyanazzal a szóval jelöljék, és ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag statikus a világszemléletük. És ez egy tragédia, tehát ők nem tudják, de ez azt jelenti, hogy nem tudják a teremtést művelni, csak fogyasztani. Nem tudom, hogy eléggé értetlen fejezni neki magam. Igen. Tanár úr, egyébként a magyarázni, elmagyarázni szó az, ugye a saját nemzetünknek a szavát használjuk arra, hogy magyarázni. Ez mennyire jellemző más nyelvekre vonatkozóan, hogy a saját nemzetségének a szavát használja hogy arra, hogy valamit hogy meg akar értetni a másik féllel? Na, tehát éppen a Deutsch ez mutatja, hogy bizonyos határig képes lehet rá. Nem vagyok biztos benne, hogy mondjuk az indoeurópai nyelvek közül valamennyi használja, és ezt a német biztos, hogy használja. Tehát mondjuk a német nyelvfilozófia az nagyon is fontosnak tartja ezt a Deutschen Deuten megfelelést. Nem egész kettő perc maradt hátra, két kérdést szeretnék még ennek feltenni. Büszkék lehetünk-e arra, hogy a magnépéhez tartozunk, hogy magyarok vagyunk, akik magyarok vagyunk? Hát először is tudni kellene, hogy mi a magnépéhez tartozunk, de mondjuk a média nem nagyon szokta közölni velünk, egyik ágában sem. Tehát ez azt jelenti, hogy a nyelvnek, vagyis az önmagunk megnevezésében a nyelvünknek eligazító szerepe van ebben az esetben is. Tehát azt jelenti, hogy mi semmiképpen nem a héhoz tartozunk. És ezt, ha ránézünk a térképre, és azt mondjuk, hogy Európa, hát akkor pontosan látjuk, hogy Európának a magja a Kárpát-medence. Ehhez képest állandóan Kelet-Közép-Európának neveznek bennünket átjáróháznak, holott mindenki tudja, hogy a megtartásra a legalkalmasabb terület az egész eurázsiai térségben, nem csak Európában, az pontosan a Kárpát-medence. Tehát hazudnak, hazudnak, hazudnak. Tanár úr, mint mindenkinek, minden népnek megvan a maga feladata, tényleg egy rövid fél percben. Mi a magyarságnak a feladata, ha ezt egy fél percben csak egy szűrő mentén tudnánk érinteni? Hát most jöttünk haza tegnap előtt Bögözről, pontosan Erdélyből, és a Székelyföldön egy nagyon szép kis temploma van, és ott van egy pokolábrázolás, tehát egy apokalipszis ábrázolás, pokol torkából magyar ruhás, hangsúlyozottan magyar ember kihoz egy már kárhozatra ítélt valakit. És hiába kapdoz utána az ördög, kihozza. Na, ez a feladatunk. Tanár úr, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt ebben a sorozatban. Nagyon sok információt kaptunk öntől, amit szerintem gyermekkorunkban az általános iskolában kellett volna, hogy megkapjunk. Talán jobb később, mint soha alapon. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megtisztelt ön a jelenlétével bennünket. Önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kérem, vigyázzanak egymásra is, és saját magukra is, hogy ne legyen áldozat. A műsort támogatta a PTB Pajzs Kft. Önerőből lophatatlanná teszi autóját. A műsorvezetőt öltözteti a Vatis Corner, az elegáns férfi divatháza.